A hosszú meleg hónapok után beköszöntött az őszi változékony időjárás. Ebben az időszakban fontos, hogy felkészítsük gépjárművünket a megváltozott közlekedési viszonyokra. A rendőrség ezért idén is elindította a Látni és Látszani kampányt, melyben felhívja az autóvezetők figyelmét az ilyenkor szükséges óvintézkedésekre. A Látni és Látszani országos közlekedésbiztonsági kampányhoz, mint minden évben idén is csatlakozott a Szerencsi Rendőrkapitányság. Ebben az időszakban a rendőrség fokozottan hívja fel a gépjárművezetők és más a közlekedésben résztvevők figyelmét a láthatóságra. Az őszbe köszöntével rövidülnek a nappalok, hamarabb sötétedik, gyakori a ködös időjárás. Mielőtt útnak indulunk, ellenőrizzük járművünk világító berendezéseit, az akkumulátor és az abroncsok állapotát. Ha 7 Celsius fok alá süllyed a napi középhőmérséklet, akkor már indokolt a nyári gumikat télire cserélni, hogy megfelelő tapadást nyújtson. A ködlámpa, illetve a világítás helyes használatára is felhívják a figyelmet a szakemberek. Amit a láthatósággal kapcsolatban szeretnék a gépjárművezetőknek elmondani, hogy az újabb járműveknek a világító berendezései úgy van kitalálva, és a KRESZ is engedélyezi, hogy csak a nappali menetfényt használjuk. Azonban nagyon fontos elmondani, hogy ez csak előrefelé világít, a nappali menetfény, hátrafelé nem. Roppant balesetveszélyes lehet, hogyha elindulunk az autónkkal, beérünk egy ködös szakaszra, és csak a nappali menetfényt használjuk egy ködösebb útszakaszon, akkor hátulról a mögöttes forgalom nem észleli kellő időben a járműnket esetleg a ködbe, és neki fog ütközni a járműnk hátsó részének, ezért mindenkinek jól felfogott érdeke az, hogy kapcsolja föl a jármű rendes világítását, tompított fényszóróját, hogy hátrafelé is tudják észlelni megfelelően a közlekedésben résztvevők. Nem csak a gépjárművezetőknek, hanem a gyalogosoknak is figyelni kell a láthatóságra. Ezért lehetőség szerint hordjanak világos ruházatot, illetve sötétedés után használjanak valamilyen fényvisszaverő eszközt, illetve láthatósági mellényt. A Látni és Látszani kampány ideje alatt a csatlakozott optikákban ingyenes látásvizsgálaton vehetnek részt a gépjárművezetők, valamint a szervizekben térítésmentesen nézik át kocsink állapotát a szakemberek. A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársaival november 8-án és 9-én találkozhatnak az érdeklődők a Szerencsi Tesco parkolójában. Ezeket a fontos dolgokat, amit ellenőriznünk kell, kollégáimmal át fogjuk vizsgálni. Azt nagyon fontos elmondani, hogyha itt tárunk föl valamilyen hiányosságot, akkor azért még bírságot nem fogunk kiosztani. Ellenben, hogyha olyan súlyú hiányosságot tapasztalnak a kollégáim az utakon, akkor ott sajnos ott jár a bírság és esetlegesen a feljelentés. A Látni és Látszani kampányban résztvevő optikák és szervizek listája megtalálható a látniislatszani.hu weboldalon.